Köszöntöm nézőinket! A mai gazdatúrában Zetelakára utazunk. Tartsanak velünk, ismerjék meg Szegedi Róbertet, aki közel 10 éve foglalkozik állattartással. Kicsi gyerekként is foglalkoztunk állatokkal, nagyszüleim is, ugye a szüleim is foglalkoztak, én is ugye elkezdtem kicsibe, gyerekként volt nyúlam, bárányok voltak, de úgy igazán, tehát 8 éve, hogy ezt, amit itt most van, itt az 8 éve csináljuk. Saját területünk az 17 és fél hektár, de úgy, ami most gazdálkodok, az 30-35 hektáron van, amint úgy bérelve van. Plusz a legelőnk is, amit itt a közbirtok, helyi közbirtokosságtól bérelünk. Nem Magyarország, ahol több száz hektár, de nekünk ez elég. Milyen volt a kezdet? Hogyan indultál? Hát nagyon nehéz volt. Nagyon nehéz volt, mert ugye egy olyan istállót vettünk át, ahol még sok munka volt vele, egy olyan területet vettünk át, amivel még sok munka volt. De a lelkesedés, ugye a gyermeki és a gyermek lelke, az a fiatal lelkesedés, az segített. Na. De nehéz volt. Még mindig nehéz, de na, az ember ha szereti csinálni, akkor csinálj. Ugye nagy segítségem tényleg, hogy szüleim, tehát a családom mellettem van, úgy a feleségem, mint a szüleim, öcsém. Na, ez egy óriási, szerintem sok ember, tehát sok gazdának ez egy óriási előny lenne, a családja így mellette van. Mekkora állatállománnyal indultatok? Hát az indulás az 10 darab szarvasmarha volt, akkor már elsőben is megvettük a lovakot, mert a ló szeretet az már régről megvan. Akkor 10 darab szarvasmarhánk volt, és 2 lovunk volt, és 2 kutyánk. 2 kutyával kezdtük. Ez volt az első állatállomány. Most már ugye gyarapodtunk azóta, de az elkezdett ez ennyi volt. Jelenleg milyen állatokat tartotok? Szarvasmarhánk van. Juhaink vannak, lovaink vannak, szamarunk van, az egy ékességünk itt a fentatanyán, kutyáink vannak. És van egy póniló is. Van egy pónink is, igen, igen. Ő a másik, ugye a szamarunknak a nagy barátja. Most 20 darab szarvasmarha félünk van, 50 darab juhunk van, 2 lovunk, kicsi pónink, szamarunk, mindenből van egy kicsi. Hogyan lehet megélni mezőgazdaságból? Meg lehet élni? Hát... Megélni, meg lehet élni, nagyon nehéz, biztos, hogy nagyon nehéz, de itt nagyon fontos az, itt a legfontosabb az, hogy szeresse az ember. És akkor úgy sok mindent félretesz az ember, hogy nehézségeket, nem veszük el a kockáslapot, nem írjuk le a kockáslapba, mert a számok az itt nem annyira lényegesek, itt szeretni kell. De én azt mondom, hogy meg lehet élni, hogyha az ember tényleg odáll, mert ez teljes mértékben egy odaállás kíván. Tehát ez a napi 24 órás, a hónapból 20, tehát az összes nap, az évből az összes nap. Na, de aki szereti, annak nem nehéz. Hogyan indul az évetek? Most ugye március van. Hát ugye ilyenkor ugye most is, vagy január, február, március, az inkább ugye arról szól, most benti munkák, tehát ami a bent az állatoknak a gondozása. Ugye most csend van, úgymond egy kicsit úgy le vagyunk lassúva, töltődünk fel, mert jön a szezon, jön a tavasz, jönnek a tavaszi munkák, jönnek a nyári munkák, na olyankor aztán éjjel-nappal dolgozunk tényleg, de most egy kicsit csendesebb, most ilyenkor szoktunk ugye kicsit fellélegezni. És születnek ugye sorra a bárányok. Most ugye most ez, ami az istállóban, hogy most ugye erre koncentrálunk, a bornyok születnek, bárányok születnek, Ez az odafigyelés most fontos. Éjjel is, sokszor éjjel is kün kell lenni, mikor most is született egy kicsi bornyunk, arra is kün kellett lenni éjjel is, mert ugye komplikáció lépett fel. De megvannak a szépségei. Milyen fajta szarvasmarháitok vannak? Piros tarka, tehát nagy rész piros tarka. Van egy limuzinunk, de nagy rész piros tarka. Tehát ez is vált be nekünk, ugye ezt tényleg tudjuk használni mind a két részre, amire mi akarjuk használni, mert húsra is tudjuk használni, tejre is tudjuk használni, és kezelhetők. Ez a másik lényeg, hogy hozzuk vagyunk szokva, és kezelhetőek. Ugye ismerik a más húsfajták, sokáig sok probléma van a kezelhetősége. Itt ugye itt nincsen ilyen probléma. Ugye fontos nekünk a két felé lehessen hasznosítani, mert
A feleségem nagyon ügyesen most betanult, megtanult a sajtokot, készít ízesített sajtokot. Ugye mellette van a hús, amire neveljük az állatokat. Itt az a baj, hogy muszáj mind a kettővel foglalkozzunk, tehát csak nem tudunk ráni csak a tájra, mert itt nagyon messze vagyunk a kukoricatermő, tehát a törőbúzatermő vidéktől, hogy itt nem mindent fel kell hordani, mindent meg kell vásárolni, és fel kell hordani, ami ilyen gabonarisz. Ugye a fű az jó minőségű, de a többit azt muszáj felhordani. Mikor kezdtétek el felhasználni a tejet? Hát a tejet egy olyan két éve jött tej, hogy mondjam, tej, dúskáltunk a tejbe szó szerint, mert itt mindenki tejet ívott, kutyától, disznón keresztül, macskák, mindenki tejbe fürdött, úgy, ahogy a feleségemnek mondtam is akkor viccesen, látod, hogy milyen jó helyre kerültél, mert tejbe, vajba vagy fürdetve, mondom. Úgyhogy ez így volt, és akkor jött az, hogy ugye valaminek dolgozzuk is fel. Tehát, hogy nem volt annyi tejünk, hogy beálljunk egy csarnokhoz, mert nem is érné meg, hogy ezzel a távolságba szállítsuk a tejet minden nap. És viszont, hogy használjuk fel, és akkor elkezdte akkor. Eleinte elég sok tejünk úgy elment ide-oda, a tyúkok ették meg a sajtot, minden, de most már viszont nagyon, nagyon ügyes, nagyon... Tehát a visszajelzések minden arról szólnak, hogy... Kellett egy kis idő, amíg megtanulta, és... aztán szoktál mondani, hogy senki sem az anyjával tanulta, muszáj volt ezt megtanulni. És főleg úgy, mert nagyon büszke vagyok rá őszintén, mert soha nem foglalkoztak tehát vele ezzel. Tehát ő se úgy nőtt fel, hogy... Ebbe született volna bele? Így van. Rájézett. A juhokat is fejítek? Nem. Azok nálunk úgy vannak, hogy mi inkább a bárányokat. Tehát az az őszinteség, hogy... Tehát ugye megint arra külön kéne egy más technológ, tehát arra rá kéne megint állni, hogy reggel, este jót fejny. Nem, tehát a teheneket fejjük, azok nyáron, amikor csordánk van, és azt akkor reggel, este az kint a karán, tehát kint a kosárba történik, azzal foglalkozunk, a jók a bárányokat nevelik. Akkor azokat inkább a bárányokért tartjátok? Így van. Szoktam, hogy itt van egy nagyon jó juhász ismerősöm, akinek odaadok 10 darab jót, hogy azt a jósajtot, amit amúgy szeretünk, azt ott megkapom tőle akkor így. Odaadom a jót nyárára, és akkor kapok tőle sajt. Nem, tehát mindennel nem tud foglalkozni benne. Azért nyáron, amikor szénacsinálás van, állatok, ide, mind, tehát nem tudsz, nem, ennyi minden már nem tudsz foglalkozni. Tehát lehet, hogy lehet, csak akkor már valaminek a rúgására. Ez volt az álmom is, és tényleg egyre jobban sikerül ezt, egyre jobban alakul már az idő. Ezt, ha valaki azt hiszi, hogy vettem egy farmot, hónaptól minden működni fog, hát ez nagyon téved. Tehát itt most már mindjárt 10 évről beszélgettünk itt nekünk is, és még mindig vannak, amik csiszolandók, és még mindig vannak, amiket alakítani kell. De ha öregségemben a diófa alá be tudok ülni egy hintaszékkel, akkor már megért az egészet. Hogyan alakítottátok ki az istállót? Az istálló ugye az igazság, hogy egy meglévő istállót vettünk volt meg, tehát az egy kollektív istállót valamikor, ezt nálunk úgy hívták itt fönt, hogy őszelő, mert itt voltak ősszel a juhokkal, amikor lejöttek a havasról föntről, akkor itt őszöltek addig, amíg tehát elfogyott itt a takarmány. És ehhez kellett igazodjunk egy kicsit, de nagyon jó volt akkor is már a kialakítás, így most sikerült beosztani tényleg mindent, hogy a juhoknak is a része, a szaros, tehát a tenyeknek raktárunk van, tehát mindent sikerült benne kialakítsunk, ami nekünk úgy éreztük, hogy kellett. Volt modifikálás is a dolgon, mert kívánta, de most már így sikerült. Most már úgy érezzük, hogy megvan úgy minden, ami ahhoz kell, hogy tudjunk termelni. Mondhatjuk egyébként azt is, hogy akár egy papucsban is be lehetne menni az istállóba. Az őszinteség, ugye, amikor tehát modifikáltuk is, amikor építettük újra az istállót, akkor mindig azon gondolkoztam, hallottam volt egyszer egy gazdától, és az mindig most is benne van a fejemben, és így is fogom ezt fenntartani, hogy mindent úgy csináltam meg, és mindent úgy alakítottunk ki, és az állatmennyiséget is úgy alakítom, hogyha engem most mindenki itt hagy, akkor is megcsinálom. Tehát, hogy
úgy csináltam meg mindent, ahogy én érezném, hogy jó legyen. Mert ugye tény, hogy hozzáteszem, hogy ugye nem, tehát minden nap itt vagyok, de nem, tehát a mindennapi tevékenységekre vannak segítségek, igaz. De mégis mindent úgy csináltam meg, ahogy én szeretném, hogy csináljuk. Tehát, hogy kényelmes legyen. Azért most az ember nem várassa el bárkitől, hogy gumicsizmából és a nagy sárba úszon egy talicskával, ahogy a ganyét viszi ki. Ez élet minden így, ahogy. Sokszor nem a pénz befolyásolja azt, hogy van-e igénye az embernek a szépre se jóra. Mert sokszor nem pénz kérdése, hanem egy kis odafigyelés, egy kis melléállás már egyet sokat alakít a dolgot. A trágyatároló is megfelel a szabványoknak. Ugye ez volt a másik dolog, hogy amikor azt kellett építsük. Tehát amikor építettük, akkor most az ember beleteszem valamiben pénzt, amit ha majd komolyabban tegyük fel, ráállunk erre az egész dologra, tehát úgy mondom, hogy bármilyen céget rá akarunk vinni, vagy valami erre az egész dologra, akkor megint újra kelljen építeni, hogy megfeleljen. Akkor már építsük meg úgy, ahogy majd kívánnák, és akkor és viszont ötletes is, tehát hogy így is, úgy is kényelmes így, ahogy van. Tehát ez adott volt, hogy így építsük meg, ahogy megvan épülve. Ugye nehéz, mert ugye székelyek vagyunk, és a székelynek mindig a második esze a jobb, azt szokták mondani, mindig a második eszét szeret kívánnak. Én próbálok leülni is egy kicsit gondolkozni, ha valamit próbálunk csinálni, hogy tehát több dologra is rágondolni, így sem mindig jön össze, tehát így is mindig van, hogy valami nem úgy sikerült, de nagy részt azért inkább egyszer egyet gondolkozunk, és utána cselekedünk, amiből lehet. Vannak dolgok, amikkel mellé fogtunk mi is, tehát, de ez vele jár. Én azt szoktam, kell az is, ami a buktatók is kellenek ma, hanem miből tanul az ember. A közel 10 év alatt gépesítetted is a farmot. Igen, hát fokozatosan ugye egyrészt a kényelem szempontjából, de másrészt rá is vagyunk kényszerítve, hogy gépesítsük, mert nem lehet ember találni. Tehát a legnagyobb probléma szerintem ezzel mindenki egyetért, aki állatokkal foglalkozik, hogy vagy a mezőgazdaságban dolgozik, hogy az ember. Tehát egy megbízható ember találni nem könnyű. És akkor ugye egyszerűbb egyértelműen, mikor gépesítve van, és vagy édesapámmal, vagy öcsémmel ketten a nyári takarmányt begyűjtsük, ez nem mindegy. És úgymond csak ketten kell egymással vesződjünk, nem pedig még 3-4-5 emberrel, hogy na, ez azért nem mindegy. És ezért rá is lettünk kényszerítve, ugye. Most egy újabb dologra lettünk rá kényszerítve, ez az időjárás, ugye, hogy kiszámíthatatlan. Muszáj ott rájunk erre az zöld takarmányra, egyrészt jó is nagyon, mert tápláló minden, de viszont a másik részben az időjárás miatt is, mert tehát nem tudjuk szárítani be sokszor, amikor már ott van, hogy ott van a jó fű, és le kéne kaszálni, és nincsen idő neki, hogy 2-3 hétig egy végtében sigazási. Olyankor akkor marad ez az ő takarmány, amit. Mert. Tehát vannak dolgok, amikre rákényszerít úgymond a környezet, és az éghajlat is, mert azért sokat változott az éghajlat is. Hát most ha nézzük, hogy most márciusban nincsen hó itt fönt, hát itt márciusban itt még nem gondolkozunk tavaszról, rég még csak tovább áprilisban kezdünk vágyódni a tavaszra. Visszatérve ehhez a zöld takarmányhoz, ehhez megvan minden szükséges eszközötök? Megvan, ami nem volt meg, most pályáztunk, sikeresen pályáztunk erre a proekonomika pályázatra, sikerült ezt kihasználjuk, most jön egy olyan bálázunk, mert volt bálázunk, de nem volt erre tökéletes, most jön egy olyan bálázunk, amivel majd kényelmesebben tudjuk ezt csinálni. Örülünk ennek a lehetőségnek, ami volt, mert egyet segített tényleg. Említetted, hogy a takarást, a szénacsinálást, azt együtt családilag oldjátok meg. Ez mikor kezdődik, meddig tart, és mennyi időt vesz fel? Hát itt nálunk, mivel ugye az éghajlat itt, tehát hegyvidék, ugye ez teljes mértékben, ezt mondhassuk nyugodtan, hogy hegyvidék. Tehát mi Zetalakához tartozunk itt a tanya, de Zetalakához képest is 3 hét különbség van, aközött, amikor Zetalakánál kezdik a szénacsinálás, azt, amikor mi itt elkezdjük a szénacsinálást. Nekünk itt régebb, amikor ide kerültem, és nem volt ilyen intenzíven, tehát úgymond a ganyézás, tehát hogy nem javítottuk a területet, addig augusztus elején kezdődött. Tehát akkor volt olyan a fű, hogy lehetett szénát csinálni. Most már ezt eléhoztuk június vége. Tehát most már június végén kezdődik úgymond itt fönt is a szénacsinálás. Hát így, hogy a gépek megvannak, ha tehát folyamatosan tudunk dolgozni, akkor egy hónap. Ha pedig
ugye megvannak ezek a kimaradások, már elsős időszak vagy valami, hát akkor ugye egy ilyen másfél napra kinyúlik, de ugye egy másfél nap alatt szoktuk, meg tudjuk csinálni. És ugye nem mellékes, hogy ketten csináljuk. Tehát, hogy ketten-hárman vagyunk össze-vissza, ami ez azért egy nagy dolog. Amire úgy nagyjából végzünk a területtel, aztán úgy, akkor úgy jön is el az időszak, amikor majd lehet megint, akkor ugye vannak az állatok nyáronként, azokkal is közben foglalkozunk, és akkor jön a színecsinálás. Ugye nem kicsit erről lehet kevésnek hangzik, de nekünk ez sok, mert itt ezen a vidéken ez elég soknak tűnik. Nálunk, ahogy szokták mondani, hogy akkor nincs itt dolog, hogyha nem veszed észre. Tehát ha meglátod, akkor van dolog, akkor mindig van, amivel foglalkozni. Van két lovatok. Mire használjátok, hogy gépesítve vagytok? Mi a szagjáit tartjuk, ez itt nálunk egy mondás, mi tényleg a szagjáit tartjuk őket, mert szeressük. Én amikor gyerek voltam, nem volt nekünk lovunk, de a környezetemben mindig volt ló. Mindig is szerettünk volna, ugye hogy lovunk legyen, na itt most adott. A szagjáit tartjuk, viszont szoktunk igenis velük dolgozni is, most úgy mondom nyáron lovaskocsizások vannak, mert jönnek fel vendégek, ugye itt a táj adott, hogy szoktak kijönni ide vendégek, itt megnézik az állatokat, ugye, és vannak lovaskocsikázások, viszont tavasszal csináltnánk géppel is, de például a ganyi morzsolás az teljesen az övék, tehát az övék. És akkor szoktunk ilyen ősszel, tavasszal, kicsi ilyen, szoktunk ilyen fa, ugye erdőtermeléssel is foglalkozni, de csak így a saját használatra, amit a fánkat megcsináljuk, a tűzifán, és akkor van erre szekerünk, ugye, amivel velük csináljuk. Megint ezt tudnánk géppel csinálni, de úgy megvan ennek a feelingje, amikor az ember lovakkal, és úgy vissza abba, amikor régebben csináltuk. Turizmussal is foglalkoztok egy kicsit, ugye? Igen. Vagy próbálkoztok? Két éve egyik ismerősöm, egy magyarországi ismerősöm mondta, hogy te Robi, azt mondja, miért nem mutassátok meg másnak is azt, amit ugye idáig mindazon törekedtünk, hogy termeltünk, próbáltunk piacot keresni, próbáltuk, hogy lehet ezt a mezőgazdaságból úgymond megélni, és nem figyeltünk arra a dologra, hogy és akkor úgy szöget ütött a fejembe, hogy hát miért nem is mutassuk meg másnak is, amit itt van, és amit itt csinálunk. És akkor úgy elkezdtem egy-két helyt úgy elszórni, hogy föl lehet jönni, itt az állatok itt vannak, test közelben, meg lehet kóstolni ugye itt a helyszínen azt, amit termelünk, és akkor ez úgy lassan jött egymás után. A tavaly előtt évünk az még úgy mondanám nagyon kezdett volt, a tavaly évünk már sokkal, az idénre úgy néz ki, hogy még jobban erre kicsit ráhangolódunk, és így egyik a másikot pótolja. Tehát, hogy tényleg kijönnek a vendégek, és ugye ami nem kicsi dolog, hogy itt helyben adjuk a termékünket. Tehát azt, amit itt termelünk, ugye tényleg innen megkóstolják az emberek, és felhasználhassák. Zetelakához tartozik ez a terület. Hány kilométerre vagyunk Zetelakától? 24 kilométer. Nem kicsi, tehát így, hogyha az embernek, de mi már megszoktuk. Elsőször, amikor feljöttem, azt hittem, hogy tehát nem mondom, hogy a világ végre, de úgy nagyon soknak tűnt. Tehát, hogy fogok én ide minden nap? Most már nem. Tehát most már úgy érzem, hogy mintha átmennék a szomszédba. Úgy belejött az ember. Eleinte az is furcsa volt, hogy éjjel is ugye mentem le itt az erdő között, itt ahol feljöttünk, ezen az erdei úton minden, itt a vadak, stb. Úgy megszoktuk, hogy úgy valahogy részünk lett ez a... Tehát nem érezzük nyűgnek az, hogy... Sőt, én azt mondom, hogy örülök, hogy ennyire messze vagyok mindentől. Sőt, itt is tervezem, hogy itt is szeretnék élni. Tehát most jelen pillanatban ugye Zetelakán lakok úgy, mint ott van a családi házom, de tehát itt van, ide tervezem a jövőmet, hogy ide szeretnék egy házat, ahol majd itt is lakni egészen. Hogyan védekeztek a vadak ellen? Én úgy fogom fel, édesapám azt egy kicsit drasztikusabban fogja fel, de én úgy fogom fel, hogy tehát mi jöttünk ide, azért ezt nem kell elfelejteni, hogy itt vagyunk mondhatom, hogy a vadon közepiben. Tehát mi vagyunk itt, tehát ez hogy itt medve van, vagy vaddisznó, ez egy természetes dolog. Ehhez kell alkalmazkodjunk. Kutyák, tehát elsősorban kutyák, persze villanypásztorunk van, tehát be van húzva a terület villanypásztorral, az a rész, ahol az istálós, itt a ház körülöttünk, ez be van húzva villanypásztorral, de a legfontosabb fegyverünk a kutyák.
Tehát egy, nagyon szeressük is a kutyákat, ez az egyik dolog, és a másik dolog, hogy tényleg hasznosok is. Mással nem nagyon tud az ember védekezni velük, mert mondom, tehát itt vagyunk a közepén, tehát itt az ember, ezzel kell szokjon, ezzel kell nőjön, és el kell fogadja. Voltak vadkárok? Volt, igen. 2 éve volt, tehát a nyáron, hogy egy, mi úgy szoktuk mondani, volt egy vendégmedvénk, mert itt azért nagyjából ismerjük a medvéket, tehát ez nem úgy ismerjük, mint ahogy mondják, hogy ismerjük a rendőrt, csak ő nem ismer minket, na hát itt is úgy van, hogy mi ismerjük a medvét, ő nem ismer minket, de van, igen, volt egy vendégmedvénk, ami nagyon rá volt állva a birkákra, a jókra. És kétszer is, két alkalommal is bejött egészen az istállóig. Ugye akkoriban egy kicsit úgy könnyelműen is vettük a dolgot, tehát úgy, hogy mondjam, eleinte nagyon fel voltunk készülve, és akkor, hogy évekig nem volt semmi probléma, úgy egy kicsit úgy az ember elkényelmesedett, és ugye meg is ittuk a levit, tehát volt tényleg két alkalommal volt, tehát egymás után két alkalommal is volt egy támadás. Hány állat pusztult el? Hát az első alkalommal 9 darab juhot tettünk rá, második alkalommal 6 darabot tettünk rá, és egy szamarunk, a szamarunkat sebesítette meg, szerencsére meg tudtuk menteni, de azt is nagyon csúnyán megsebesítette. Kaptatok-e valamilyen kártérítést? Hát elfogadták az igénylésünket, a vadásztársulatnál ugye tettünk le kártérítésre, igényt el is fogadták, apróbálták Bukarestből, még nincsen semmi. Na, nem is látok nagy reményt rá, de... Ilyen hosszú egyébként a periódus, amire megtérül a kár? Hát, vagy? Akikkel beszéltem, hogy tehát komolyabban rá volt, mert nagyobb kárt érte őket, azok is azt mondják, hogy tehát 2-3 év alá tették, és még nincsen semmi. Ez döcögős ez a... Igazából akkor erre nem is lehet bazírozni. Hát, az ember én megpróbálja, de... Letettük, de én nem számítok rá őszintén. Tehát, valahogy nem tettem bele soha a költségvetésünkbe az év elején, hogy ez most meg fog jönni is. Hát ugye itt nálunk Romániában, amikor én kell befizessek, az nagyon gördülékenyen menjen, de amikor ők kell fizessenek, az ugye az problémásabb. Farkasok vannak? Igen. Hát ugye itt nálunk szerintem mondhatom, hogy minden olyan nagy vad, ami úgymond számít, az van. Hiúzunk van medvénk, farkasunk, úgyhogy szarvasaink nagyon szépek vannak. Na, én szoktam mondani itt az idegnek, hogy közösen vannak a vadállataink itt a vadászásulatban. Itt lehet látni akkor igazából. Itt vannak, igen. Tehát itt ősszel itt olyan szarvas felvonulás van, amikor bőgés van, ugye, mivel itt ősszel még sarjazzik ugye a fű. Itt a környező részeken már rég nem, tehát ugye, hogy itt gondozzuk a területet, még sarjazzik. Ilyenkor mind itt vannak, gyűrnek össze ide. Itt olyan szarvas invázió van, hogy... Nem kell itt vadasparkba menjünk, hogy vadat lássunk. Akkor itt egyedül medve vendég volt úgy igazán? Igen, farkas van, tehát itt láttunk többször itt több alkalommal, csak ugye a farkas az egy intelligens állat, az nem az a bamba állat, mint a medve. Az csak meg lehet pillantani. Kutya, végül is mi nem tartunk a farkastól úgymond, mert ugye az istállóba tehát nem tud bejönni, vagy ide nem tud ide az udvarhoz közel jönni. A kutyákat fétsük többször, mert téli időben bizony történt itt nem egyszer, hogy itt mert ugye itt, ahol mi vagyunk, ez itt anyavidék, innen nagyon messze van a következő szomszéd, de a szomszédnál, hogy elvitte a kutyát a láncra. Ott, ahol ilyen 1-2 kutya van, ott megesik, hogy a láncról is elviszik a kutyát. Van, hogy kell őket is védelmezzétek? A télen például volt alkalomra, van 3 kölyök kutyánk, és igenis éjjelre be kellett rekesszük, mert félő volt, hogy láttuk itt nem olyan messze tőlünk délután a farkast, és félő volt, hogy éjjel nehogy átcsalja, mert ugye ezek még nincsenek rászokkal rátanulva, hogy mitől kell félni. A kis kártevőkre is kell gondolnotok, ugye? Mert hogy vannak állatok, van gabona, van sok cicátok is. Ó, erre nagyon fel vagyunk készülve, tehát nagyon jó a védekezés. Szinte egy foci csapatnyi macskánk van, meg 9 darab macskánk van. Viccesen szoktam mondani, az igazság, hogy itt a macska nálunk fogyóárú, mert ahogy születnek, úgy sajnos lesznek is oda, mert ugye itt rókák, itt vagyunk az erdő mellett, ugye elbolyong, róka, ez az. Volt, hogy idegen kutyák ugye fogták meg, na hát ez kemény számolni kell. De most már egy jó stabil csapatunk van, már elég rég, mert ezt most már mondhatom, hogy egy ilyen éve, másfél éve ugyanazok a macskáink vannak, úgyhogy ez egy elég stabil csapat. És a kutyákkal jól kijönnek, vagy a kutyák jól, velük?
Jól, hát ugye úgy neveljük a kutyáinkat, ahogy nőnek fel. Ugye ezek a kutyák mind saját neveléseink. Ez elég nagyon fontos, hogy tényleg mind saját neveléseink most már. És eleinte mi is vettünk innen-onnan kutyát, ugye próbáltuk, de ezek most már saját neveléseink, és úgy neveljük őket, hogy a macska is behez a tartozik ide az életünk közül, úgyhogy. És érdekes, hogy barátságosak egyébként a kutyák, és mégis védik a területet. Hát ugye ugyanez a foglalkozás, pont azért ilyennek, mert foglalkozunk velük, hogy tehát nem érdek, hogy most annyira-annyira gonoszak legyenek, hogy senki ne tudjon idejönni. Főleg azért is, hogy ugye belefogtunk ebbe a turizmus dologba, tehát hogy várjuk a vendégeket, minden. Sőt, hogy nagy előny, hogy itt vannak ezek a nagy kutyák, akiktől legelőször összelándul az ember, mikor meglássák, és utána rájönnek, hogy tehát olyanok, mint egy kezes bárány, tehát még a bárányaink is sokszor vadabbak, mint ezek a kutyák. Milyen terveitek van jövőre nézve? Ugye itt elhangzott a turizmus, a kamerán kívül beszéltél nekem egy halastóról is, és bivajokról is. Sikerült meggyőznöm édesapámat, mert ő ebben volt, hogy nem hiszi, hogy ez így jó lesz, de hogy próbáljuk meg a bivajt is. Tehát azért szeretném, egy, látványosságképpen, kettő, hogy kicsit feldobná úgymond ezt a piros tarkatának között úgy az életünket. A másik dolog, hogy ugye a feleségemvel a sajtokot készíti, szeretnénk egy kicsit a tejet megbolondítani azzal a bivajtájjal. Ez az egyik tervünk, a másik tervünk igen a halastó, szeretnék, ugye adott egy patakrészünk, ahol jelen pillanatban amúgy se tudjuk másképpen tehát használni a területet, oda szeretnék egy ilyen pisztrángos, tehát egy kisebb pisztrángos, és ugye a fő tervünk az pedig egy panzió, tehát hogy mondjam, nem nagy panzió, mert én itt nem szeretnék egy busznépit lefektetni, nem is szeretnék úgy látni, hogy itt egy csomó ember úgy együtt van, viszont inkább arra szeretnénk rángolódni, hogy amit itt termelünk, úgy húst, mint sajtot, mint zöldséget, azt itt az embereknek megmutatassuk, megkóstolhassuk, normális környezetben ugye megkóstolhassák, és akkor tényleg legyen egy olyan, hogy egy család, ha ki szeretne jönni a gyerekekkel, akkor még lehessen azt is, hogy egy szállást tud adni az ember, de csak ennyi. Én ezt tettem, amikor elkezdtem, akkor is ez volt az alapterv. Időközben átmentünk, megpróbáltuk egy ilyen, neveltünk bikákot, tehát ilyen exportra neveltünk bikákot, az elég sok volt, tehát egy adott pillanatban volt úgy, hogy 80-100 darab bikánk is volt, de valahogy úgy kezdte elveszíteni a varázsát, úgy iparosodott által az egész dolog. És akkor mondtam azt, hogy akkor... És gondolom, hogy túlhajszoltad akkor magad, meg a család is. Magamot, a családot, tehát elég, tehát úgy éreztem, hogy ez már nem, tehát nem éri meg. Mert tényleg úgy, hogy mondjam, tehát teli volt az ember feszültségekkel. És érezhető volt a családon is, tehát ugyanúgy, ahogy én magamot hajtottam, úgy pont úgy a család is érezte. És akkor mondtam, hogy ez szerintem nem kell nekünk. És akkor látunk azzal, visszaálltunk úgy kényelmes üzemmódra, és most itt vagyunk. Csináljuk ezt, és na, ebben mindenki tényleg támogat is ebbe a turizmusba. És hát ugye adott a terület, és adottak a lehetőségek, mert itt a Hargita lábánál vagyunk, tehát innen is, hogyha az ember ugye íze, akkor látom a Hargitát minden nap. Reggel az ajtón kívül látom a Hargitát. És ezt próbálom ugye megmutatni mindenkinek majd. Vigyék el a hírit. Ennyi fért műsorunkba, köszönöm figyelmüket, hogy velünk tartottak, jövő héten találkozunk, viszontlátásra!